Figyelj, ha neked épp nincs más dolgod, akkor nekem jól jönne egy fuvar. Ja, majd hagyom, hogy egy ilyen dögös pasi beüljön mellém, mondd minden, oké, vele cukorfalat. Jól vagyok, kösz. Szim úrnak hívnak. Meg vagyok, de itt csak Dzsuvásnak hívnak. Szia meg! Ó, persze, elvihetlek. Remélem nem zavar a gyors tempó. Miért csuklasz így, öregem? Tudja, tököm! Azt hiszem, túl sokszor mondtam, hogy megéri, mikor elmondták, hogy a szemüveg felkúszik az arcomra, azóta nem múlik el. Hülye vagy, baszki? Ha megrémülsz, elmúlik. Szerinted ijesztő volt? Pisába, miért nem múlik el? Nyomás meg! Indulás! Bújkáltál eddig? Gondolom, főleg a házunkban. Egyszer apa elvitt Stevie Nicks koncertre, mert anya beteg volt. Szerinted melyik lesz a következő szám? Nem tudom, de ha az Age of 17, állj félre, mert akkor bepörgök. Ez az! Helyet! Hogy kéred a tojást? 220 felett pengeélen táncolva élet és halál között. Hát jó, akkor a szokásos nyúlos taknyot kapod. Mondd, mi volt az a fura zaj reggel a szobádban? Á, hát az semmi. Betennem, vagy szétcsúsznak a fogaim. Tegyél meg nekem valamit, Peter. Nyilván, neked bármit. Nem akarok így élni. Kérlek, kérlek, hogy ölj meg. Mi? Hát, ha nincs más megoldás, ha tényleg ezt akarod, megteszem. Ó, köszi, Peter, de muszáj megtenned. Ne hagyd, hogy megússzam, nem számít, bármit is mondok. Jól van. Ég már? Miért nem égsz? Baszódj meg! Mestic vagyok, Krisz. Nem égek. Csak barnulok. Hé, kell. Akkor ugye hozod a koktélomat? Tudtam, hogy számíthatok rád. Ez milyen mustár? Ez francia. Azt a durva, meg igazi rablásra készül. Mi a francot csináljak? Kriszt felzaklatták? Herbertet felzaklatták? Vén faszok. Au! Baszki! Ezt a nadrágon át is éreszem! Jó Isten! Nem igaz? Elmúlt? Cica, Jenny vagy! Megmentettél! Azt mondtad, hogy ne hallgassak a könyörgésre! Peter, kérlek! Esküszöm, elmond! Seymour! Meg, tűnj el innen! Vállalom az egészet! Mi? Miért? Azért, mert a hugom vagy, és szeretlek! De hát mi legyen Seymourral? Mi a... Meg, Seymour soha nem létezett. Gondolkodj már! Remélem, nem zavar a gyors tempó. Ó, nagylaposság 11 óránál. Ja, látom.
Szép úr! Ne forgasd a kormányt! Láttalak az áruház parkolójában. Csak bőgetted a motort, és a nadrágodban matadtál. Kriszt, nagyon csalódtam benned. Szobafogságot kapsz, és innen folytatjuk, ha kinyírtam a barátomat. Azért én örülök, hogy besült a pisztoly, és Kegmeier túlélte. Igen, a pisztoly teljesen besült, és nem én lőttem mellé hatszor, az már biztos. Mi a fene legyen Meggel? Most is éppen a képzeletbeli barátjával kefél a szobájában. Hirtelen, Seymour! A hatóság visszavonta 4 mustár forgalmi engedélyét lehetséges fertőzés gyanú miatt. A fertőzés jelei lehetnek a láz, a hasmenés és látomások egy fiúról, aki bűnöző. Aszta! Ez a Family Guy kaland nagyon durva, mintha ott lettem volna az epizódban. Ugye mondtam, jöhet Bob Burger falodája? Öreg, legközelebb azzal kezd!